Kasnádi Péter meghallgatásával folytatódott a fővárosi törvényszéken Gyárfás Tamás büntetőpere, akit azzal vádol az ügyészség, hogy felbújtója volt a Fenyő János médiavállalkozó ellen 1998-ban végrehajtott merényletnek. Tasnádi ma a bíróságon elmondta, hogy pontosan mire és mennyiért kérte őt fel Gyárfás Tamás. Azt mondta Tamás, hogy problémája volt a Gyárfással és vagy a Fenyővel, és Fenyő továbbra is problémázik, és hogy meg tudnám-e oldani ezt a kérdést, hogy likvidálni, ez a szó hangzott el. Na, mondtam, persze, mitől ne? Hát, mintha minden nap azt csináltam volna, kérdezte, hogy ez mennyibe kerül. És akkor mondtam egy kicsi összeget, ezt utólag tudtam meg, hogy kicsi, mert ugye a filmekben láttam, hogy hogy szokás. Először az elkérik a felét, aztán majd amikor elvégzik a másik felét. És akkor mondtam 12 milliót, és akkor 6 millió volt, 6 millió, másnap megkaptam a 6 milliót. Tasnádi viszont állítása szerint nem vette komolyan a felkérést. Megkérdezte, hogy mi az a probléma? Nem. Ami miatt valakit likvidálni kell? Miért kérdezte volna? Nem komolyan gondoltam, de nem is érdekel. A pénzt ennek ellenére eltette, amire elmondása szerint nem büszke. Magyarázatra szorul, hogy miért csaptam be, amire nem vagyok büszke, ugye 97-ben. Bennem az munkálkodott, hogy annak ellenére, hogy jó volt a viszonyunk, de nem engem bízott meg különböző őrzővédő feladatokkal. És akkor azért gondoltam, hogy találjen meg keresés van, akkor kérek rá pénzt. De mondom, erre nem vagyok büszke, nem is volt szükségem rá. A tárgyalóteremben Tasnádi keresztapa imidzse is szóba került. Nyilatkozott az egyik vallomásában, hogy azért volt önnek egy ilyen, az a keresztapa imidzse, amit tulajdonképpen önnek szándékosan alakított önmaga körül. Így van. Ezzel nem az időszakban már jelentő? Természetesen igen. Tehát köztudott. Tasnádi azonban elmondta, hogy sem most, sem máskor nem akart terhelő vallomást tenni Gyárfásra. 14 év után azért tettem vallomást, mert megkerestek a rendőrök, elém tártak több vallomást, hogy ki mit mondott ezzel az ügyel kapcsolatban, és arra kértek, hogy én is tegyek vallomást, mert el kell, hogy varják a szálakat, és hogy nincs értelme tovább tagadni, gyakorlatilag ugye én, ami elkövettem ezzel kapcsolatban bűncselekményt, az elévült, és amit a Gyárfás Tamás elkövetett bűncselekményt, ezzel kapcsolatban az is elévült. Ugye, mert ugye az én ügyvédem azt mondta, egy emberölésre való, nem tudom, előkészület az 5 év után elévül, és mivel én nem hajtottam végre ezt, így ez már 5 év után elévült, és a Gyárfás Tamásnak is elévült. Tehát szándékom nem az volt, és ma sem az, hogy a Gyárfás Tamásra terhelő vallomást tegyek, de nem akarom őt bántani, épp azt mondtam, előre mondtam, hogy nem. Tehát én kedvelem, szeretem. Most is adtam neki egy könyvet, a legújabb könyvemből. Tárgyalás előtt volt egy kis pluszos közjáték itt a tárgyalóterem előtt. Át tetszett adni Gyárfás Tamásnak egy könyvet. Miről szól ez? Ez a régi barátságról, vagy volt harag, nincs harag? Nem volt harag, és nincs is harag. Egyébként ez a könyv a Keresztapa börtönben, ez az első 8 év börtön élményei. Naplószerűen írtam le, tehát, de itt azért össze van fésülve. És arról szól, hogy milyen ismert emberekkel találkoztam, és ők hogy élték át, és miket mondtak. Például Magda Marinkó, Leonyics Tetszura, Magyar Róbert, Radnai László, stb.
Említette itt a tárgyaláson a tanú kihallgatása közben, hogy sok mindenre nem emlékszik, mert azért börtönévek megviselik az embert. Aztán mégis visszajöttek olyan emlékek, amik korábban nem, ezt minek tulajdonítja. Hát itt a, például a likvidálás hát, kifejezésnél. Jó, hát amikor emlékezted meg dolgokra, akkor természetesen. De én például már nem emlékeztem arra, hogy mit tudom én, a kósosom, hogy így öl, meg ilyenekre. Hát ez 20-valány éve volt. És említette itt azt is, nem bírói kérdésre, sőt a bíró azért tiltakozott egy kicsit ellene, hogy önt még mindig üldözik. Úgy érzi még mindig, hogy a hatóságok célkeresztjében van? Jó, hát ez, ha szabad mondanom egy példát, amikor fölhívja az orvost a beteg, és azt mondja, hogy állandóan hallok valami rákcsalást az ágyam alatt, és lenézek, és ott egy cápa. És azt mondja az orvos, jó, ki van az idegei, vegye be ezt a gyógyszert, beveszi, mit tudom én, egy hét múlva jöjjön el, nem jön el. Aztán mikor oda megy az orvos a házba, megkérdezze a szomszédot, hogy mi van ezzel az emberrel, megette a cápa. Szóval üldöznek, igen.